köszönöm, hogy eljöttek. Annak érdekében, ugye ez nem egy spontán találkozás, ez egy megbeszélt találkozás, mindenki a maga módján készült. Elmondanám, hogy ki mindenkiről lesz szó nagy valószínűséggel az elkövetkezendő percekben. Szó lesz Gyarmati Dezső olimpiai bajnok vízilabdázóról, akinek első felesége Székely Éva olimpiai bajnok nő volt, és lányuk Gyarmati Andrea a magyar úszósport egyik meghatározó egyénisége volt. Neki volt egy házassága, és abból született Hess Máté, aki az olimpikon Hess Mihállyal kötött házasságából való gyermeke volt, akinek volt egy rövid idejű házassága Détót Krisztinával, aminek abban van jelentősége, hogy ugye az első meghatározó beszélgetést ő készítette az ön testvérével, akit ő még gyerekként ismert meg. Gyarmati Dezsőnek volt egy második házassága is, Bara Margit színésznővel, és ott született egy másik lány, Terézia Eszter, aki aztán hozzáment Szilágyi Zoltánhoz, önhöz, és ott született két gyermek, Liliana az ön nővére 1996-ban, és Gerda ön, tehát 2003-ban. A családban alapvetően mindenki úszó volt, és mindenki sportoló. A további jegyzeteimet nem olvasom fel, elsősorban azért, mert az időre vagyok tekintettel. Amikor december 29-én önök azzal szembesültek, pontosabban mondva a kérdés úgy szól, a december 29-i esemény özönből mire figyeltek fel, és milyen hatással volt önökre, ugye az ön nővére, az ön lánya írt a Facebookon, írt Instagramon, megjelent az Elviszlek magammal Détót Kriszta műsorban, este pedig ott volt az Egyenes beszédben, és közzétette mindazt, amiről azóta is sokan beszélnek és találgatnak ebben az országban. Nem fogom külön választani önöket, olyan sorrendben szólalnak meg, vagy nem szólalnak meg, ahogy szeretnének. Mi maradt meg ebből a december 29-éből? Kezdjem én. Kezdhetem. Hogy jó. Akkor tessék. Hát én személy szerint, amikor hallottam erről a hírről, illetve elolvastam, akkor megállt bennem. Hát nem láttam a hírfolyamon, hogy... Hát még kerültek ki, és amikor elolvastam, akkor hát megállt bennem az ütő, meglepődtem, hogy ilyen hazugságokkal kimer valaki állni, és hogy az én édesapámról ilyen hazugságokat állítson valaki, bocsánat, ez egy kicsit nehéz számomra, hiszen tegnap ugye voltunk a Magyar Úszószövetségben, és ott is végig kellett hallgassam, hogy édesapámról miket állítanak, hogy ő abuzált bárkit is, vagy verbálisan, testileg bántalmazott volna. Hát az én édesapám még a lénynek se tudna ártani, szóval én meglepődtem a hazug állításokon. Két mondattal azért neki kéne kezdeni, aztán lesz belőle több is. Ugye ez egy 5-6 év van önök között? 7. 7. Ez egy milyen testvéri kapcsolat volt, van, lesz? Hát a voltról tudok beszélni igazán, megszülettem, és igazán nem tudnám azt mondani, hogy jó testvérek voltunk. Igen, csak hideg viszony volt közöttünk. Én persze, ahogy elkezdtem úszni, úgy nagyon felnéztem rá, és egy istennőnek tartottam a nővéremet, de nem volt testvéri kapcsolat közöttünk. Ez számomra abból is kiderült, hogy például amikor a barátnői feljöttek hozzánk, akkor velük sokkal többet nevetett, és sokkal szívesebben is volt velük, én úgy láttam. Illetve hát nem is töltöttünk együtt sok időt otthon, szinte semmit. Hát
Én erre nem tudok választ adni, sajnos én nem látok bele a nővérem fejébe, úgyhogy erre nem igazán tudok választani. Oké, de hát hány éves koráig voltak együtt, mert aztán ugye ő fogta magát és elköltözött. 12 és fél éves voltam, amikor elköltözött. Ez hányban volt? 2016 májusában az Európa-bajnokság után. Azóta? Azóta nem is keresett, amikor kitört ez a úgymond botrány, akkor sem keresett, nem írt üzenetet, hogy hogy vagyok, hogy élem meg ezt esetleg, és ezért is tartom nagyon furcsának, mert ugye... És fordítva? Fordítva. Hát, hogy ön kereste. De miért én kellett volna lépjek? Félért, ugye ehhez nem tudok hozzászólni, ugye ilyen helyzetben sem voltam, hála a Jóistennek, testvérem pedig sajnos nem lesz az összes szülőm, ketten voltak, meghaltak, tehát se fél testvérem, semmilyen testvérem, és nem tudok róla, hogy hát bármikor előkerülhet valaki és közli velem, mint a reklámokban, hogy ő a gyerekem, vagy a, az meglepő lenne, vagy a testvérem. De az ember azt feltételezni, hogy ilyenkor a másik fél is lép. Hát el nem tudom képzelni, hogy milyen az a kapcsolat, amely hát nagyjából olyan, mint hogyha egy jégszekrényből vennék elő. Hát pontosan olyan volt egyébként, és nem hiszem, hogy bármikor is a testvérének tartott, szóval furcsa, tudja, hogy engem akar megvédeni. Menjön erre nem tudok választ adni, sajnos. Az a 12 és fél év, az nem adott alkalmat arra, hogy erről beszéljenek? Hát én úgy gondoltam, akkor még, hogy ilyennek kell lenni elvileg egy testvéri kapcsolatnak, mert ugye nem volt testvérem előtte, más testvérem, úgyhogy nem nagyon volt viszonyítási alapom. Egy vidám műsor lenne, akkor azt kérdezném, hogy lesz-e még testvére, de ez nem egy vidám műsor, úgyhogy nem kérdezek ilyet. Viszont azt kérdezem, hogy önnek van egy édesapja, és hála Jóistennek van egy édesanyja. Velük beszélgethetett arról, hogy ez miért ilyen? Erre sor kerültem. Tehát kérdezte őket, hogy a nővérével való kapcsolata az vajon, ez nem befejezhető mondat. Meg hát családnál csak voltak ebédek, vacsorák, elmentek együtt kirándulni. Hát különben nyugodt hangulat volt otthon mindig is, de hát ugye, amint mondtam, nem volt viszonyítási alapom, hogy milyen egy testvéri viszony, tehát én úgy gondoltam, hogy ez lenne a normális. Ugye ő úgy vételt azt mondani ebben a műsorban, mint amit én rendszeresen szoktam mondani, hogy csak akkor válaszoljanak, hogyha az ügyvédjük jelenlétében is azt válaszolnak, amit egyébként ez nevetséges volna. De meg hát ugye én egy eléggé gyakorlott valaki vagyok, de ez nem egy könnyű szituáció. Tehát itt az ember az apja szemében néz, mert ezt másféleképpen nem lehet, miközben önt kérdezi, hogy állna ennek bármilyen érdekében letagadni olyan jelenetet, ami egyébként egy olyan erőszakos családi jelenet, amelyet filmeken sem mindenki tud végignézni, és mint amiről az ön nővére azóta többször is beszámolt. Földön fekvő anyáról, aki rugdosva van az édesapja által, állna bármilyen érdeke abban, hogy ezt letagadja itt? Hát, amint mondtam, ezek mind hazugságok, tehát nem kell letagadnom semmit, hiszen nem történt ilyen. Az ön egyetlen megnyilvánulása az a levél, ami született, amit most időben nem helyezek el, de nem sokkal később született a nővére Facebook bejegyzése után. Azt sokan idegen szövegzetűnek gondolták egy olyan korú lánytól, mint önön, 18 éves, ugye? És az édesapja kezét vérték felfedezni benne. Azzal a levéllel, azzal valójában mit szeretett volna kifejezni? Kérdezhetném, hogy elérni, de az egy rossz kifejezés lenne. Elsősorban azt akartam, és ezzel, azzal, hogy itt vagyok, igazából az igazság mellett szeretnék kiállni. El szeretném mondani, hogy amiket állítanak, azok mind hazugság, és én egyébként nagyon furcsának találom azt, hogy nekem egy 18 éves embernek miért ne lehetne saját gondolatom, miért nem írhattam volna én azt a levelet, és miért kell kiforgatni minden egyes szavamat. És hát ezt nem értem igazából az internetben, de hát ez egy új világ nekem, úgyhogy... Ön egy gyakorlat internetező? Hát én azt nem mondanám, a közösségi médián sem vagyok aktív, van egy Facebook oldalam,
de egyébként másom nincs. Nézte a történetükkel kapcsolatos levelezést, amit a Nép folytatott az önök ügye kapcsán? Láttam egy-két kommentet sajnos. És ön? Ő mit ért meg? December 29-en? Igen. Nem? Mérhetetlen szomorúság. És az egész helyzetnek a meg nem értése. Azt árulja el nekem, hogy, vagy árulják el, semmilyen előjele nem volt ennek, hiszen a lányuk önnel kapcsolatban korábban megnyilvánult, meglehetősen hektikus megnyilvánulásai voltak a média előtt, habár olyan kijelentéseket, mint amilyeneket tavaly évvégén tett, annak megfelelő súlyú kijelentéseket korábban nem tett. Semmilyen előjele nem volt? Nem tudom, hogy mit gondolunk előjelnek. Tehát 2000... Megmondom, hogy mi az előjel, amikor ugye a vulkán elkezd morogni, és akkor azt mondják, hogy ez előbb-utóbb kitör. Nézd, egy gyakorló szülőként, és ezzel kapcsolatosan, mert egy embernek, én úgy gondolom, a rémálmaiba se fordul elő az, hogy a saját gyermeke, vagy akár egy idegen ember is megvádolja a nyilvánosság előtt azzal, hogy őt abuzálta, szexuálisan zaklatta, és még sorolhatnám itt azokat a mondatokat, amik, csak ez mérhetetlen fájdalmat tév fel bennem, mert tehát nekem ez a rémálmaimba se fordult elő, hogy valaki ilyet merjen mondani, hisz aki ismer egy kicsit engem, tehát ez teljes mértékben hát egyszerűen szülőként én mindig a legjobbat szerettem volna a gyermekeimnek, és nekem ez egy iszonyatos szomorú és számomra felfoghatatlan eseménysor volt, amit akkor... Az, hogy ez a levél megszületett, ez hány évvel azt követően volt, hogy ő elköltözött? Hát 2016-ba költözött. Igen, tehát akkor eltelt durván 5,5 év minimum. Az az elköltözés, az nem egy baráti elköltözés volt, hogyha egyáltalán van baráti elköltözés, és az egymást, tehát nagyjából egy hónapon belül költözött el a négy tagú családból két ember, előbb az ön nővére, aztán az ön felesége. Ők miért költöztek el? Egymással vagy egymástól független? Nézze, most egy 21 éves házasságról beszélünk. Ebben a házasságban azért két gyermek született. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a gyermekek megfelelően tudjanak élni, iskolába tudjanak járni, az egyik gyermek élsportol, legyen ehhez egyfajta nyugalom, egyfajta állandóságra szükség van. Mint minden családban, én úgy gondolom, hogy vannak konfliktusok, akár a napi életből adódólag, egy kicsit különbözőképpen látjuk az életünket, de én számomra az, hogy a Liliana elköltözött, egyrészt egy felnőtt emberről beszélünk ebben az időszakban, ez egy 20 éves ember. Én soha nem gátoltam senkit a saját önálló. Jó, de ő ebben a levélben azt írja, 2016-ban az Európa-bajnokság után megszakítottam a kapcsolatot az apámmal, onnantól kezdve hol közgúnynak, hol pedig meg nem értett furcsa lánynak voltam titulálva magyarul. Ott 2016-ban valami olyasminek lett vége, aminek előzményei voltak. Mi volt az? Hát én 2015-ben kicsit visszatekinthetünk a élet szakaszunkba, mert én 2015-ben a Liliana elhatározta, hogy változtat az egyesületén, eljön a Kőbányából, és akkor leültünk, ez pontosan a világbajnokság alatt volt, és azt mondta, hogy ő el szeretne menni egy másik egyesületbe. Miután nekem van egy viszonylag nagyobb átlátásom azért az úszósportra,
Én mondtam neki három olyan edzőt, akit hogyha ő úgy dönt, akkor én úgy gondolom, hogy meg tudnánk keresni, akibe lehet bízni. Így került szóba Kovács László, aki egyébként a Gerdának a jelenlegi edzője is, és akkor az olimpia előtt egy közel egy évvel, hát én fölhívtam a Lacikát, aki nagyon szívesen, és azt mondta, hogy üljünk le, beszéljük át. Nekem már akkor az volt az ötletem, hogy egy csapatot kialakítok a Liliának köré, ami én úgy gondolom, hogy az élsport egy teljesen megszokott, akár a teniszezőknél, akár a... de bármilyen élsportolóról beszélünk, hogy egy csapat veszi körbe. Ez lett a Stamina? Nem, a Stamina 2018 novemberében alapult, tehát a Stamina és a Szilágyi Liliana vagy Szilágyi Zoltán helyzet, ez nem determinálja a kettőt, mert ez 18, ez meg 16-ig zajlódik le. Ez a csapat olyan szakemberekből gondoltam az összeállítását, akik segítik a Liliánának a pályafutását. Jó, de ez a Stamina előképe? Nem, maradnék abba, hogy jó, nem, mert van, ez nem, akkor még nem volt ez az önálló egyesületi forma megformálódva Lacikának, meg nekem a fejembe, akkor más formátumban, tehát hivatalos olyan egyesületeket kerestünk, akik bizonyos fajta anyagi támogatást tudnak azért nyújtani a Liliana számára. Akkor volt is egy időszak, egy 5 hónap, amikor nem volt egyesülete, mert hogy a Kőbányába eligazoltunk, viszont nem volt befogadó egyesületünk. Ennek ellenére én a legjobb tudásom szerint, tehát akkor volt egy olyan anyagi helyzetem, amiben egy kicsit könnyedébben mozogtam, és megpróbáltam egy olyan csapatot kialakítani, aki az ő teljesítményét maximalizálni tudja, az ő céljának az eléréséhez. Ő ennek nagyon örült, ennek több ember volt a tagja, most ezt nem kívánnám azért felsorolni, de akkor már, amikor ez a csapat kialakult, akkor én egyértelműen mondtam a Liliánának, hogy ha kialakul a csapat, akkor én nagyon háttérbe fogok vonulni, pontosan azért, mert hogy egy felnőtt ember vagy, és azt ne felejtsük el, hogy előtte nekünk már volt egy beszélgetésünk 15 tájékán, amikor a Gerdával kapcsolatosan, a Gerdá nagyon megszerette az úszást, pontosan azzal az edzővel, aki most is az edzője, Kovács László, aki egyébként nagyon jó barátom is, és a Gerda egyértelműen letette a voksot, hogy ő szeretne úszni. Én meg úgy gondoltam, hogy a Liliánának van ez a 7 év előnye, életkorából adódólag, erre való tekintettel, tehát a Gerdának is én meg szerettem volna adni azt a lehetőséget, azt a támogatást, jó, azt a segítséget. Tekintettel kellünk az időre. Most arról is beszélünk, ugye mi nem először beszélgettünk, de azt tisztáztuk, hogy ami az első vagy második alkalommal elhangzott, arra nem hivatkozunk, csak azt mondom, hogy volt már szó egy sor dologról. Itt most öntől kérdezem, hogy arról beszélgettünk, hogy a lánya, az idősebb lánya egy kvázi vetétársat látott volna a húgában, ha ő is megjelenik a sportban? Nézze, tagadhatatlan, hogy a Liliánának nagyon sok nyilatkozata szól arról, hogy egyetlen egy versenyzőtől fél, az a húga, aki bármilyen szinten őt zavarhatja, vagy ellenfele lehet. Én úgy gondolom, hogy a versenyben mindig a jobbiknak kell győzni. Tehát addig minden lehetőséget meg kell adni mindenkinek, hogy egyenlő feltétek legyenek. De... rossz a kérdés, ön egyformán szerette a két gyereket? Ez teljesen természetes. Azt kell, hogy megkérdezzem, hogy ugye az eredeti kérdés az volt, hogy miért költözött el? Ami egyben az önnel való kapcsolat megszakítással járt együtt. Az, amit eddig elmondott, az indoknak kevésnek tűnik. Nem tudom, hogy bennem voltak-e ilyen indokok. Ugye ne felejtse el, ön akkor már tisztában volt azzal, volt-e bármi előjele annak? Ugye én sem ma jöttem le a falvédőről, nekem is voltak indulataim, nekem is van mit megbánnom, emlékszem a saját életemre, és hát azért gazdag pályafutásom van, én vagyok itt sajnos a legidősebb.
Ugye ebben a bizonyos Détót Krisztával való műsorban azt mondja, 3 évesen mondja, mármint az ön nővére, az ön nagyobbik lánya, ne verd az anyukámat, majd ön őt is veri, mármint az ön nővérét, és ön azt mondja, hogy az a rohadt gyarmati véred. Ugye ez idézett a DTK műsorból az ön lányától. Amiről ön beszél, és amiről az ön nagyobbik lánya beszél, az halmazatilag nem fedi le egymást. Az a kérdés, hogy azzal a halmazzal ön mit kezd? És ez most nem egy bíróság. Azt azért ne felejtsük el, hogy én 1995-ben ősülök, és az apósom az Gyarmati Dezső, ahogy ön is említette, szerkesztő úr. Említette előtte, hogy volt egy másik családja a Dezsőnek, a Székely Éva és a Gyarmati Andrea, aki született abból a házasságból. A Dezsővel nekem napi kapcsolatom volt. Napi kapcsolatom volt. Ő folyamatosan, ő nagyon szerette azt a pogácsát, amit én sütök, nagyon sokszor fogyasztotta ezt. Az ő sajátos stílusába kávé, cigaretta, kis lehamuzás a földre, és az én pogácsám elvése. Plusz mi folyamatos kapcsolatban vagyunk. Tehát az ezt engedtessék meg, tudjuk jól, és ez szerkesztő úr is nagyon jól tudja, ez egy elég karizmatikus személyiség. Az nem kifejezés. Dezső. Az nem kifejezés. Tehát van egy másik lánya, ahol van egy házasság, ott születik egy gyermek 1976-ban, és nagyon gyorsan ez az ünnepelt olimpiai bajnok elhagyja az országot, diszidál. Ez milyen? Tessék, ez Mihály. Tehát a házasságból is eltűnik. És eltűnik a házasság. De hát alapvetőleg, hogyha a Dezső egy közel 18 évet végigkísér az életünkből, amikor én napi kapcsolatban vagyok vele, tehát én úgy gondolom, hogy elfogadhatatlan az, hogyha bármi történik, hogyha bármi olyan elhangzik, ami állítólag elhangzott, hogy erre a Dezső nem lépett volna karakteresen. Tehát ne felejtsük el, hogy ő egy országgyűlési képviselő, és ahogy mondta a szerkesztő úr is, hogy én nagyon karakteres ember, és ezen mosolyogva is. Tehát valójában ő egy erős egyéniségű ember volt, aki valójában a lányait minden esetben megóvta. Tehát ennek a cáfolatára azért az szól, hogy én napi kapcsolatban vagyok Gyarmati Dezsővel, és nem észel semmit. Milyen kapcsolatban van a két testvér? A két féltestvér? Mert hogy Gyarmati Dezső két lánya. Ez nagyon érdekes ez, mert a Dezsőnek a mielőtt elment volna, ő leült velem beszélgetni, és ő kettő dolgot kért tőlem. Az egyik dolog az volt, hogy én vagyok az egyetlen egy ember, aki a lányát megfelelően úgy tud ez vele együtt élni. Ez egy második házasság volt? Kinek? Az ön feleségének? Vagy ez az első? Igen, az én feleségemnek a másik házassága volt. Igen, én vagyok a másik férj. De ott is egy sportoló volt az első férj. Nem tudom. Nem, bevallom őszintén, annyira gyorsan jött az Eszterrel való kapcsolatom, hogy olyan elementális erejű volt ez az érzelmi és szerelmi hullám, hogy tehát a mi kapcsolatunk közel 5 hónap alatt a kezdetektől a házasságig eljutott. De azóta se tudja, hogy az első férj mivel foglalkozik. Nem tudom. Még a nevét se tudom. Lehet, hogy ebbe én hibáztam, nem tudom, szerelmes lettem. Én mondhatnék egy neved, de furcsa lenne, hogyha tőlem derül neki. Én szerelmes lettem, és úgy gondoltam, hogy mindenképp nekem itt van a helyem, hogy házasság. Ő foglalkozott valamivel? Tehát ön ugye ügyvéd. Ő? Még fiatalok vagyunk azért, tehát nekem ott volt még egy ilyen kis szösszenet, azért még egy olimpiára felkészültem, amikor megházasodtam. Egy 4,5 éves kiadás után. Akkor más iskolákba jártam. Az Eszter akkor aerobik edzéseket tartott, és ezzel kapcsolatosan hát egy nagyon jó kis műsora volt. Egyébként nagyon szép, dekoratív hölgy volt, és
ő azt csinálta. A házasságunk elején meg hát ugyebár nagyon gyorsan jött a Liliana, tehát olyan gyorsan ment az egész élet, hogy ő folyamatában így visszatekintve... Két tervezett gyerekről van szó. Abszolút két tervezett gyermekről van szó. Igen. Akkor a felnőtt hát, korú lánya elköltözik, majd utána egy hónapra elköltözik a felesége is, az azt mutatja, hogy valami abban a családban nem stimmel, de mi? Nézze, és hogyha a gondolatomat itt befejezhetem, hát azért mondtam, hogy a Dezsővel, tehát a gyarmati Dezső úr, Dezső, egy 18-5 végig kísért a mi életünkből. Ez 1995-től egészen 13-ig a haláláig. És ha megengedik még egyetlen, tehát egy kicsit már, hogy nem fejeztem be a gondolatomat, tehát ő két dolgot kért, hogy egyrészt, hogy én mindig tartsak ki az Öszter mellett, mert ugye ezt ő úgy látja, hogy ennek így kell lenni. Én úgy gondolom, hogy ez válasz is sok mindenre. A másik pedig az, hogy amire én azt mondtam, hogy ezt nem tudom megtartani, hogy a két testvért ne engedjem össze. Mert annak nagyon rossz vége lesz. Melyik kettőt? Az Eszternek a testvérével, Gyarmati Andrával. Erre én azt mondtam a Dezsőnek akkor, hogy én ezt én nem tudom megtenni, ezt arra úgy ne kér tőlem. Azt vállalom, hogy én amíg lehetséges, és amíg ez befogadó képes az Eszter részéről is, addig én ott leszek az Eszter mellett, és de miért kérte ezt vajon? Nem tudom. Ez hogy legyen egy... Tehát a Dezső akkor már egy idősebb ember volt, ugyanúgy életerővel teli. Neki ezek voltak a kérései. Nem kutatgattam. Tehát nekem a családi felfogásom az szent és sérthetetlen. Tehát én egyszer letettem egy esküt valami mellett, akkor amellett szeretek kitartani. Miért ment el a feleség? Tessék? Miért ment el a feleség? Ezt szerintem tőle kell megkérdezni. Önök azóta beszélnek, nem beszélnek? Nem. Én próbáltam párszor felvenni vele a kapcsolatot. Most ez az én számban nagyon furcsa lesz, mert ezt a Gerdának kéne igazság szerint elmondani, de én híve lettem volna annak, hogy a kislányom, Gerda, akkor még kislány, most már felnőtt nő, valamilyen szinten kapcsolatot tartson az Eszterrel, de az Esztert, amikor felhívtuk, és átadtam a Gerdának, hogy beszélnek, egyértelmű visszautasítás volt azzal kapcsolatosan, hogy neki most nincs. Ez azért ideje. Nagyon furcsa, mert ugyanakkor a nagyobbik lánya azt mondja a Détót Kriszta féle műsorban, hogy dacára annak, hogy elköltözött, többször volt próbálkozása, ha bár nagyon haragudott önre, de ön nem fogadta. Kit nem fogadta? A Lilianát. A Liliana részéről nem volt megkeresés felém. Igazság szerint, honnan tudják az emberek, akik megnézik a DTK műsort, belenéznek ebbe, elolvassák az ő levelét, mi alapján, van-e arról elképzelésük, hogy mi alapján foglalnak állást? Én egy nagyon csekély kutatást végeztem tegnap a nézőim körében, hogy ők egy 10-es skálán mennyit tudnak erről a történetről, és nagyon reálisnak mutatkoztak, és egy 10-es skálán a 10 a maximum, és 1 a minimum, ott ők ezt 2-es és 3-as közé rakták. De ahhoz képest, hogy 2-es és 3-as között ismerik a történetet, ebből a 2-es és 3-assal, vagy 2,6-es, de olyan határozottsággal állítják azt, hogy önöknek van igaza. A másik rész pedig, akik azt mondják, hogy Szilágyi Liliának van igaza, amit az ember én nem tudok eldönteni. Önök tudják, hogy miközben ismerkednek az önök történetével, ami nincs igazán az önök ízlésére, de hát ez így alakult elsősorban a nővére jóvoltából, mégis határozottan tudnak állást foglalni. Bocsánat, nem értem a kérdést. Hát, hogy az emberek eldöntik, hogy ez egy abuzáló család, és Szilágyi Liliának igaza van, vagy eldöntik, hogy az ön levelét nem is ön írta, tehát, hogy honnan van vajon az önöket figyelőknek a belső határozottsága az önök életét illetően? Erre őszintén nem tudok válaszolni. És nem lepi meg? Hát de, mert ahogy mondtam, amiket a nővérem ír, az
illetve nyilatkozik, az mind hazugság, tehát én nem értem, hogy miért van annak nagyobb igazságértéke, amit ő állít, és nekem, amit én írok, én állítok, annak miért van kevesebb valóságértéke. Azt írja az ön nagyobbik lánya, apámnak is minden bizonnyal lesz erre válasza, ugye ez az első hosszabb írás, ez 29-e, apámnak, dr. Szilágyi Zoltánnak, a jómódú, tökéletes módú ügyvédnek és a gyerekekkel foglalkozó úszóedzőnek, akiről valószínűleg senki nem hinne, hogy a négy fal között milyen az igazi énje valójában, de bármilyen támadás is fog érni, nem bánom, mert mindennél jobb a szabadság érzés, és az, hogy nem vagyok tovább a saját életem rabszolgája. Ezt azoknak szánom, akik bármilyen mértékben, de megértek hasonló élményeket. Sajnos, amikor eljöttem apámtól, az anyukámmal együtt a kisúgom nála maradt, és azóta nincs, illetve nem is lehet kapcsolatom vele. Miért nem lett kapcsolata vele? Nem is keresett. Egyikőjük se. Illetve a nővéremmel volt egy találkozásunk az egyik szülinapomon, amikor is edzésen voltam, és megjelent hirtelen minden tájékoztatás nélkül, kirángatott a medencéből, ledobott elém egy tortát. Én akkor megkérdeztem, hogy ezt miért nem lehetett volna edzés előtt, vagy edzés után esetleg, mert hát ő is úszik, ugye nyilván tudja, hogy egy edzés az ember koncentrál a feladatára. És megkértem őt, hogy legközelebb akkor ezt beszéljük meg, vagy hívjon fel, vagy edzés után találkozzunk, és erre csak annyi volt a válasza, és egyébként ez volt a hozzám indított utolsó igazából mondata, hogy te paraszt, ezt még meg fogod bánni. És ahogy írta egyébként a elvileg nekem címezett levelében 31-e után, hogy emlékezzek, amit 2016-ban mondott, hát ez 2016. október 27-én történt, a szülinapomon, hát én erre emlékszem, ez volt az utolsó mondata számomra. Fura kérdés, de nem kihagyható, ugye Szilágyi Liliana részint már a Détót Kriszta műsorban, részint a levélben is egyfolytában olyan, mint aki elszenvedett valamit, és ugyanakkor valaminek az élharcosává próbál válni, a családban abuzáltak felszabadítója, aki jó példával jár elő, vállalva a konzekvenciákat, és mutatva az utat másoknak, ami egy nagyon fura kettőség. De ezt alapvetően persze vele kéne megbeszélni, illetve Détót Krisztával lehetne műhelybeszélgetést folytatni, aki volt olyan nagyvonal és tenne beszélgetett velem, de abban maradtunk, hogy annak a részletei épp úgy, mint hogy az önökkel folytatott külön megbeszélgetés nem témája, és nem ideidézhető. De ő permanensen emleget pereket önök között, ami egyébként köti az ő kezét. Milyen perek ezek, és mi köti az ön nagyobbik lányának a kezét? Én ezt nem értem. Még engedjen meg előtte egy pár gondolatot. Tehát alapvetőleg azért, mert tehát a társadalomban ugyebár a férfi szerepkörökkel kapcsolatosan bizonyos elvárások vannak, és az én célom az volt, hogy a családi életből hogy maximálisan ki tudjam venni a részemet. Úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan sorstársam van, aki elvált, vagy egy olyan helyzetben van, amiben nem érzi jól magát, és lehet, hogy válás lesz a vége a családi életem belül. De hát ez nem szabad elfelejteni, hogy azért, mert valaki állít valamit, ez ilyen mérhetetlen hatással van, akár a társadalomra, akár bizonyos szegmentjére, akár a férfiakra való tekintettel. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha valaki részt vesz a családi életbe, mint férfi ember, és a gyermekét tisztába teszi, és erről készül egy fotó, akkor amit ő szeretettel tett, 15-20 év múlva valaki azt mondja, hogy ez egy abuzálás. Mert hogy a kislányának, a kisfiának megtörli a testét, a popsiját, és tisztába teszi. Tehát mindenképp ez így, az én részemre egy nagyon rossz üzenet, mert hogy én úgy gondolom, és úgy gondoltam annó is, hogy a család életben
kiveszem a szerepemet, akár abba is, hogy tisztába teszem a lányaimat, akár az, hogy megfőzöm az ebédet, és megcsinálom a dolgomat, ami szükséges egy család körül. És engedjen meg nekem, hogy ez egy, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz üzenet, hogy valaki valamit állít, és ennek sokan hitelt adnak. Én ezt értem, de ebbe az irányba elmegyünk, akkor az egész egy spekulatív, igen, és nem fogható beszélgetés lesz. Azt mondja az ő lánya, a nagyobbik, kötve van a kezem jogilag, mert csak olyan dolgokról beszélhetek, ami ugye bizonyítható, irgalmatlan, nehéz, szinte a mai napig utánam nyúl. Ez már az ATV egyenes beszéd, de egyébként önmagában az nagyon fura dolog, hogy egy nap milyen erővel szólal meg, és milyen számban szólal meg az ön nővére, de ezt alapvetően vele kell megbeszélni, mert én azt gondolom, hogy abból, ami aznap történt, egy is elég lett volna, de ebből három is volt, és az én szememben a három, az kevesebb, mint az egy, de visszatérve erre, irgalmatlan nehéz, szinte a mai napig utánam nyúl, ami nem tudom, hogy mi az, hogy szinte, éppen ezért is szeretnék tiszta lappal indulni, az a célom, hogy a történetemmel segíthessek azokon, akiken kell. Milyen perek vannak önök között? Kivel milyen? Tehát nekem a Liliannával perem nem volt, nincs. Van egy vagyonjogi per, ami a házasság felbontásával kapcsolatos, igen. De ahogy, nem érintett lehet a nagyobbik szépen, lánya. Ahogy lehet szépen elválni, valamikor vagy egyik fél, vagy mindkét félnek felruhatóan nem olyan szépen simán megy a bontóper, illetve a házassági köteléket felbontó, és ebben a vagyonjogi kérdésekben is a döntése a tisztelt bíróságnak. Tehát jelenleg az vagyonjogi per van folyamatban, ami egyébként nagyon párhuzamos egyébként a Liliana által elkezdett botrányos viselkedéssel, mert hogy pont 2021 novemberében indult el ez a vagyonjogi per. Oké, de ha már itt tartunk, akkor arról lehet-e valamit tudni, amit a bulvár sajtó valahonnan megszerzett és megszivárogtatta, vagy kiszivárogtatta, ami az önök meglehetősen elhúzódó válásával kapcsolatos, és amely válási papírok arról szólnak, hogy ön indulatos viselkedése lenne azokban a papírokban, és hogy valójában kihasználta, de erre ön is válaszolni tud, hogy nagykorú legyen a kisebbik lánya, és így azt neki nem kellett a végzésnek, vagy az ítéletnek megfelelően elköltöznie. Mert hogy az anyjának ítélték. Csak egy pár anomáliát szeretnék mondani ebből a bírósági tárgyalásból. Egyrészt a Gerdát egyszer se hallgatta meg a tisztelt bíróság, ami az én tudomásom szerint kötelező jellegű. 14 éves elmúlt gyermeket meg kell, hogy hallgassanak. A Gerdát egyszer se hallgatták meg, illetve készült egy pszichológiai szakvélemény, aminek egy részletét persze nyilvánossá tették, ami kedvező valakinek, valakiknek, de azért teljes egészében ezt nem tették nyilvánossá, amiben egyértelműen meg van állapítva. Ez kicsit olyan, mint a filmeken? Még egyszer? Ez kicsit olyan, mint a filmeken? Nem mindenki tudom. A maga érdekében tüntet fel részleteket egyébként, és... Nem próbálom ezt megminősíteni, bevallom őszintén. Hát én, tehát egyébként jogi akkor, útra... amikor ha megkérdezték volna, kivel maradt volna? Egyértelműen édesapámmal. Én 12 és fél évesen eldöntöttem ezt, és azóta is kiállok, a mai napig kiállok emellett a döntésem mellett. Az, hogy ezt mások nem tartják tiszteletben, hát én sajnos ahhoz nem tudok hozzászólni. Azzal mit kezd, ami azért egy egészen szimbolikus dolog, amit az édesapja írt december 30-án a nővérének, amikor azt mondja, hogy minden egyes hamis szavad egy-egy készülés a szívembe, ha Détól Kriszta megengedte magának, hogy mondjon a szubjektív mondatokat, csak előkép, és a tegnapi beszélgetésem veled nagy hatást gyakorolt rám, hogy egy nagyon érdekes szakmai beszélgetés volt, sajnálom az apropót. Apám mondott hasonlót, amikor velem veszekedett.
vagy amikor nem úgy viselkedtem, hogy szeretett volna, és ez nagyon mélyen megérintett. Tehát, ha ezt most eltagadnám, akkor nem lennék őszinte. Nem szeretném a két történetet összehasonlítani, Isten ments, de ez a minden készúrás a szívembe, ez felidézte a gyerekkoromat. Az, avval ő mit kezd, hogy azt írja az édesapja, arra kérnélek, hogy a Szilágyi név helyett viselt édesanyád családnevét. Ez egy szimbolikus kérés, ennek a szimbolikája nyilvánvaló. Ez nem túlzás az ön szemében? Tehát, hogy a nővérét hívják másféleképpen, a vezeték neve változzon emiatt meg? Úgy gondolom, hogy amiket a nővérem írt, állított, arra hát lényegében más választ nem is tudott volna adni édesapám, mert ő tényleg megtett mindent értünk, amíg a nővérem velünk élt, maximális figyelmet, szeretetet kapott ő is, én is szintúgy, és amiket a nővérem állított, tehát, hogy abúzus érte testileg, lelkileg és szexuálisan, az arra nem tudom, hogy mi más válasz adható. Tehát, hogyha ennyire, bocsánat a szóhasználat, egy degradáló az édesapám mi voltja a nővérem életében, akkor mi más lépést tehetne? Hát ugye önnel kapcsolatban is hihetetlen megnyilvánulása volt ebben a Détor Fisztaféle műsorban, ugye arról volt szó, hogy nem kíván gyerek, hogy apjuk, mármint Szilágyi Zoltán, ellehetetleníti az önök kapcsolatát, és az, hogy ön nem is az anya gyermeke. Én ezt nagyon furcsának találom, mert édesapámtól életemben nem hallottam még ilyen kijelentéseket. A nővéremmel ugye már említettem, hogy ő se keres, édesanyám se keres 6 éve. Ennyi. Ezt tudom mondani csak. Mit lehet kezdeni azzal, hogy az úszó szövetség egy olyan vizsgálatot kezd az önök ügyében, amit nem fog belebonyolódni, mert akkor ugye azt, idézem a szöveget. Döbbenetes, elképesztő, nincsenek szavak, kommentálta Vladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke az ATV híradó kérdésére. Szilágyi Liliana tegnap, tehát ez még mindig 30-a, mi mindig tavaly vagyunk, állításait, ez egy rendkívül súlyos ügy, túlmutat mindenen, mondja Vladár Sándor, ezügyben nem szövetségi eljárás kell kezdeményezni, mert nagyon súlyos bűncselekményről van szó, így bűnvádi eljárás lehetséges a kérdéskörben, mondta az elnök, ami ugye mégiscsak furcsa, mert ő az úszószövetség elnöke, és nem az igazságszolgáltatásnak a felkent bajnoka. Különös tekintettel arra, hogy mindjárt hozzáteszi, hogy ön ellen korábban egy versenybíró szóbeli inzultálása miatt fegyelmi eljárás kezdeményezett a szövetség, és olyan dolgokat köt össze, amit én a saját foglalkozásomból és az intuícióim alapján ugye azt gondolja, mint hogy ki apropót keres arra, hogy önnel valami korábbi valós vagy vélt leszámolás folytatódjon, ami pedig a meccszem a torta tetején, hogy Vladár Sándor ezek után nagyon őszintén elmondja, hogy a videót nem látta, és nem úgy volt tudomása arról, hogy Szilágyi Liliának ilyen helyzeteket kell megélnie, magyarul, hogy valami szóbeszédnek felülve ő ilyen módon nyilvánul meg, ami aztán másodperceken belül hivatalos fordulatot is vesz, hiszen azt mondja, december 30-án úszószövetségi eljárást kezdeménye, vagy bizottságot állítanak föl, amely a Szilágyi Liliana, illetve az ön történetével foglalkozik. Ez micsoda? Vladár úr, nagyon érdekes kijelentéseket tesz, azért azt szerintem nem szabadna elfelejteni, hogy a Gerdának a levelenek a legelső része azért pontosan arról szól, hogy Vladár úr egy nappal később azt mondta, hogy több hónapja nem tud a Szilágyi Gerdáról. Ezt mondta december végefele, úgyhogy november végefele volt egy magyar bajnokság, ahol a Gerda két felnőtt magyar bajnoki címet nyert. Ezt tegnap a bizottsági ülésen is elmondta a Gerda, hogy itt viszont szólnom kell, hiszen
éppen tegnap volt arról szó kettőnk között, hogy akkor arról volt szó, hogy a bizottsági ülés, az, vagy ez a bizottságnak az ülése, ez nem publikus, tehát kétszer is gondolja meg, hogy akar-e valamiről beszélni, amiről elvileg megállapodás van, hogy nem. Nem hiszem, hogy ott az ottani kérdésekkel kapcsolatos, csak az egésznek a milliójét. Jó, figyelek, hogy, csak... hogy a Gerda a versenyen többször is köszönt az elnök úrnak, és az elnök úr nem is ismerte meg, és nem is fogadta a köszönését. Tehát ettől kezdve én úgy gondolom, hogy amit Vladár úr mond, azért némi távolságtartással kéne kezelni. Egyrészt nem jogász végzettségű, másrészt meg én úgy gondolom, hogy prejudikálni és ilyen helyzeteket teremteni egy úszó részére nem érdemes, és nem... Hát, hogy ha mondhatom, az olimpiai alapeszmével megfogalmazva, ez nem fair play szabályai szerint zajlódott. A Vladár úrnak megtiszteltbe kell tartunk a véleményét, biztos jól látja. Annyit csak szeretnék mondani fegyelmi ügyemmel kapcsolatosan, hogy állítólagosan annak a hivatalos lebonyolítás az arról szólt, hogy én egy úszóversenyen állítólag azt mondtam, hogy elmentek ti a picsába. Amit némi kétségem volt, hogy ez elhangozhatott a számba, mert ezt nem szoktam ezt a szó összetételt használni. Ennek ellenére Vladár úr, mint jól értesült, ő arról azt mondta, hogy én inzultáltam egy vezető bírónőt. Aki egyébként ebben az esetben nagyon érdekes, mert pontosan a Liliana anyósa, akit állítólag én inzultáltam, amit kikérek magamnak, mert hogy nem történt ilyen. Másrészt meg a fegyelmi eljárás arról szólt. Liliana anyósa. Hát a vezető bírónő az a hölgy, aki az ő vőlegényének az édesanyja. Állítólagosan én... De az ön lánya az még nem férjezett. Nem férjezett, de menyasszony vagy barát. Jó, itt kezd, aztán nagyon szertágozó lenne a történet. Látható módon azok az érdekellentétek vagy sérelmek, amelyek egyébként korábban megvoltak, azok ezt a történetet a maguk módján használják. Ön írt egy levelet Vladár Sándornak. Arról akar valamit mondani? Hát én kiállok amellett, amit leírtam. Én tényleg furcsának találom, hogy valaki azt nyilatkozza, hogy hermetikusan el vagyok zárva, mikor a... Ugye ezt mondja, az elnök megerősítette, hogy Szilágyi Zoltán hozza és viszi kisebbik lányát, Szilágyi Gerdát is a versenyek, és azt is, hogy Szilágyi Gerda hermetikusan elszigetelté vált versenyzőtársaitól. ATV.hu. Igen, ezt nagyon furcsának találom, és számomra felfoghatatlan igazából, mert egyrészt az úszósporton belül is nem egy barátom van, barátnőm, illetve szoktam járni kávézgatni is a barátaimmal az egyetemről. Most épp egyébként tetszik is egy fiú, akivel találkozgattam, de hát az ügy miatt egy kicsit vissza kellett ettől lépjek, és nem tudok ezzel foglalkozni most épp, de nagyon furcsa, mert szerintem egyáltalán nem vagyok elzárva senkitől, és abszolút elérhető vagyok mindenki számára. Akkor, amikor a közvélemény egy nagy... Milyen érzés volt, ha egyáltalán néztek tévét, vagy hallgattak rádiót, vagy olvastak internetes újságokat, hogy alapvetően olyan emberek nyilatkoztak az önök története okán, akik nem ismerték őket, önöket, de ki kevésbé, ki nagyobb mértékben szakmai nyilatkozatot tudott tenni egy olyan történet kapcsán, amelynek a részleteivel nem volt tisztában, így például el tudta dönteni, hogy azt a levelet nem ön írta. Hát furcsának találom ezt is, hogy szabadon nyilatkozhat mindenki arról, ami igazából egy családnak a belső története, és senki nem ismer minket. A nővéremet se ismeri senki, édesapámat se, édesanyámat se, illetve engem se ismer senki azok közül, akik nyilatkoztak, úgyhogy nem,
nem tudok ez mit hozzáfűzni. Szilágyi úr, ön mit szólt ahhoz, hogy a Magyar Úszószövetség elnöksége elfogadta az elnök dr. Vladár Sándor indítványát Szilágyi Lilián ügyének kivizsgálása kapcsán, így azzal nem a fegyelmi bizottság, hanem külön vizsgáló bizottság foglalkozik. A testület elnöke dr. Papp Gábor ügyvéd, tagjai dr. Ugrin Tamás ügyvéd, Tausz Katalin szociológus, Denks Emese a Magyar Úszószövetség gyermekvédelmi bizottságának vezetője, valamint dr. Tornyosi Monika igazságügyi klinikai mentálhigiénés és sportpszichológus. Vladár Sándor kijelentette, hogy a Szilágyi Zoltánnal kapcsolatos vádak súlya kívánta meg két tekintélyes büntető jogász bevonását. Ezzel kapcsolatban volt egy purpárli, aminek nem lenne jelentősége, de miután a Magyar Úszószövetség hivatalosan is megszólalt, így meg kell, hogy említsem, mert a bulvár sajtó azért ezen a szó szoros értelmében sokat csámcsogott, és felkérték, illetve megkérték Borbé Zoltán büntetőjogászt, aki a Magyar Úszószövetség fellevíteli bizottságának elnöke, hogy kommentálja az esetet, ez a Borsban történt, amelyben ő egyebek között arról beszélt, hogy azért kért te, hogy ő ebben ne járjon el, mert hogy ő elfogult, mert ismeri a feleket. Szóba került az, hogy önt a Stamina TK nevű úszóklubnál eltilthatják, amire azt írta, hogy ez azért kizárt, mert nem fegyelmi vizsgálat folyik, ez egy adhok bizottság. Kérdezték tőle, hogy riasztó volt látni a Liliánnal közzétett fotókat, összevert art, stb. Válasz, mivel műteremben készült illusztrációk profi fényképész termékének tűnnek nem kezelhetők bizonyítékként. Amire megszólalt a Magyar Úszószövetség hivatalosan, azt mondja, a Magyar Úszószövetség értetlenül áll dr. Borbély Zoltánnak a mai napon megjelent Szilágyi Liliána ügyében tett nyilatkozat előtt, miután a felebbíteli bizottság elnökeként ebben az ügyben nem volt jogosult megszólalni a Magyar Úszószövetség nevében. A Magyar Úszószövetség megteszi a szükséges lépéseket. A szövetség egyszer, mint leszögező Borbély Zoltán által elmondottak, semmilyen formában nem tekintik a Magyar Úszószövetség álláspontjának. A Magyar Úszószövetség által felkért bizottság dolgozik, a tagok titoktartási kötelezettséget vállaltak olyan formában, hogy még a Magyar Úszószövetség vezetőinek sem adnak tájékoztatást a vizsgálat lezárultáig. Ez mi? Tehát miért játszik, már szíves elnézést, a Magyar Úszószövetség bíróságot? Nem tudom, talán Vladár Sándorot kéne ebből megkérdezni. De nem olyan, mint a bíróságot játszana? Nem tudom, hogy én ezt minősítettem el. Ezt a részét, nagyon, ezt minősítheti. Tehát én úgy gondolom, hogy én jogviszonyban a Magyar Úszószövetségi 2018 év végén kerültem a Staminának, mint kurátora, mint csapatvezetője, mint alapítója. Amiről Vladár Sándor úr beszél, meg beszélnek, a Liliana által megjelentetett véleményekről. Az a Liliana elmondása szerint 2008 és 2016-ra tevődik. Én akkor nem voltam semmilyen jogviszonyban a Magyar Úszószövetséggel. Nem voltam se edző, se funkcionális a tisztelt szövetségnél. Nem tudom, nem tudok az ő fejükkel gondolkodni. Számomra a Staminának a megszólítása ebben az ügyben furcsa, de hát miután a bizottság előtt megjelentünk Gerda és én is, illetve már megjelent az edzőnk, Kovács László úr, gondolom, ahogy visszajöttek információk, a bizottság kivogatott jó pár versenyzőt, szülőket. Ezek a szülők nekem jelezték, hogy ők teljesen természetes, hogy ami a Staminába... De a versenyző éppen tegnap állta ki ön mellett, ugye? Igen, igen. Ezt az Index hozza, a tisztelt média munkatársak, tisztelt olvasók és a Nyílt Levél, aminek ön is aláírója. Nekem olyan benyomás kell, mint hogyha a Magyar Úszószövetség ezt az ügyet használná fel arra, hogy amit a Turi ügyel kapcsolatban nem tudott maradéktalanul ellátni, azt itt most, miközben az apropó egészen más megtegye.
De az legyen akkor innentől kezdve egy másik történet. Azt kérdezem öntől, már a beszélgetésünk legvégén. Azt írja ön, hogy amit állítasz, az ellen nem lehet védekezni, hiszen hogyan bizonyítsam, hogy sosem vertelek, vagy bántalmaztalak sem téged, sem édesanyádat, sem hugodat, írja a neki szóló levélben még tavaly 30-án. Ugyanakkor az ügyben a kijelentései miatt általam indítandó büntető eljárás során az várhatóan tisztázódni fog. Indított-e ön büntető eljárást? Vagy ahogy apukám mondaná, józan észre tért, és rájött arra, hogy az ember nem indít büntető eljárást a lányára. Egyrészt a Gerdával én mai napig is, tehát ő az én kislányom, és szeretném végigkísérni azon az úton, amit ő be szeretne járni. Én úgy gondolom, hogy azok a hazugságok, amik megjelentek, azon valamilyen szinten egyrészt nem csak a magam nevébe kell védekezni, hanem a hasonló helyzetbe járó férfiak miatt. Azért, mert jó, csak valaki... vigyázzon, mert akkor maga is egy élharcosa lesz egy ügynek, meg ahogy a lánya is, akkor abban a pillanatban igen, már nem csak, a személyes csak, történet. Csak ezt fogadja rosszul beszélek, tőlem. Nem tetszik? Csak, amit mondok, csak... Csak fogadja el, hogy alapvetőleg nagyon sokan vagyunk, akik elváltunk, vagy el fognak válni. Én is elváltam, de... Igen, csak én meg lettem szólítva a közönség előtt úgy, hogy alapvetően olyan súlyos vádak vannak, ezek bűncselekményekkel vagyok vádolva. Ezzel nem valamilyen szinten védekeznem kell tudni. Elég, hogyha igaza van, és bebizonyítja. Vagy nem tudja bebizonyítani az ellenkezőjét a másik. Nagyon nehéz. Igen, csak kérdés az, hogy ő mivel tudja ezt bizonyítani, ennek ellenére kéztényként kezelik. És amit igen. Szerkesztő úr mondott nekem, mi azért beszélgetünk, ahogy ezt említette. Így igaz. És azok a gondotok, amiket ön megfogalmazott, számomra azt sugározták, hogy a rettenetes hazugságok ellenére is minden egyes vágyam az, hogyha a Liliana bocsánatot kérne tőlem, hogy megbocsássak. Rettenetes dolgot csinált, rettenetes. És ez ellen senki nem tud védekezni. Ön se, szerkesztő úr, bármit lehet mondani önre, és valaki kéztényként kezeli, azzal nem tudom, hogy fog elbánni. Tehát valaki azt mondja magára, hogy megerőszakolta, zaklatta, és semmiféle adat tény nincs róla. És önt kikiáltják egy rossz embernek. Egy igen rossz embernek. És én elsősorban édesapa vagyok és szülő vagyok. És egyszerűen ezeken a rettenetes hazugságok ellenére is azt mondom, hogy én meg szeretnék bocsájtani a Liliánának. Amit tett, az borzalom, de ő az én kislányom, attól függetlenül. Azt kérdezem meg, ön szerint vissza lehet vinni ezt a szellemet a palaszba? Én őszintén csak annyit kívánok, hogy érjen véget ez az egész botrány. Hogyha nem tudom, hogyha a nővérem eléri azzal a célját, amit csinál most. Mi a cél? Én nem vagyok jártas annyira az internet világában, de a baráti körömben felhívták rá a figyelmemet, hogy van ez az influencerkedés, és valami folytán a nővéremnek 7000 követőről megugrott majdnem 50 000-re a követő száma Instagramon, és ez elkezdett érdekelni, egy kicsit engem utána néztem, és az 50 000-es követőszámnál van egy komolyabb összeg, pénz, amit kap egy influencer, úgyhogy... De mit ajánl? Tehát valamilyen terméket népszerűsíti? Erre most így nem tudnék válaszolni, de szerintem a pénz áll a központjában ennek az egész hazugsággal teli kampánynak, lejárató kampánynak. Benne van ebben a pénztörténetben a felesége is? Igen. 13-ban, amikor a Dezső elment, elbúcsúzott véglegesen, akkor hát ugyebár volt egy végrendelet, ami hát sokan sokat gondoltak,
többek között a volt feleségem is, és nagyon nagy csalódás volt számára, hogy az a pénzösszeg, amire ő gondolt, nem annyi. És akkor egyértelműen nekem ki is fejezte azt az óhaját, hogy ő mindenképp hozzá fog jutni ehhez a pénzhez. Vagy így, vagy úgy. És akkor megjegyezte, hogy akkor rajtad keresztül. Ezzel nagyon csodálkoztam, és most a perra, hogy elindult, és ahogy az évek során ezt én figyelme kísértem, mint azért egy közel 400 millió forintos követelése van felém. 400 millió forint. Ez rettenetes sok pénz, ami nem is áll a rendelkezésemre, plusz olyan helyzetet teremt nekem, hogy többek között egy 1989-ben megvásárolt ingatlanomra is igényt tart, úgy, hogy én 95-ben nősültem meg. Számomra ez felfoghatatlan, mert és nagyon szomorúvá tesz, hogy egy ilyen vagyoni elszámolási vita ilyen szintre tud kikerülni, hogy mindent megpróbálnak egy olyan helyzetet teremteni, amivel a másik fél teljes mértékben lehetetlenül, amivel nem tud védekezni. Nem tud védekezni, mert tehát ezzel kapcsolatosan mindenhova részinformációkat juttatnak el, hangulatot keltenek, és egy olyan helyzetet teremtenek, ami nagyon méltatlan, egyrészt a bírósági eljárásokhoz is, és az egész közös életünknek a lezárásaképp is. Azt kérdezném öntől, hogy talán beszéltem a nővérével, fölhívott telefon, számtalan csatornán kerestem, és elmondtam, hogy nekem az a dolgom, hogy mindenkivel beszéljek. Nagyon sokan kioktattak egyébként, hogy egy bántalmazó családdal hogyan kell bánni. Először is azt mondtam, hogy én nem vagyok még arról megbizonyosodva, hogy ez egy bántalmazó család. Másrészt, hogy ez egy bántalmazó család, én nem pszichiáter vagyok, tehát nem tudom, hogy nekem milyen protokollt kéne követnem, mert én azt is megtudtam, hogy a bántalmazókat nem szabad leülni a bántalmazottakkal. Egyáltalán a tekintetben nagyon furcsa volt a Détót Kriszta műsora, hogy egyszerre szólt egy történetről, és egyszerre volt a Hogyan viselkedjünk a bántalmazókkal című Woody Allen filmnek egy nagyon furcsa parafrázisa. Ami azért furcsa fogalmazás, mert egy nagyon komoly témában egy olyan humoros szálat jelenítettem meg, amit én megéltem benne. Mert ugye én nem vagyok érintett, ezt rajtam kívül kevesen vették észre, de ott olyan kijelentések hangzottak el, amit egyébként az ember egy olyan történetben, mint ami itt van, nem mond. Tehát nem könnyíts magadon, segíts másoknak, hát ezek ilyen hangzatos szavak, amikor az ember az egyéni sérelmeit mondja, akkor inkább sír sem, mint hogy ilyeneket mondjon. Tehát visszatérve a történetre, azt mondta tegnap, hogy beszél az ügyvédjével és a média tanács, vagy a kommunikációs tanácsadóival, és azt mondtam neki, hogy hát ez lehetséges, de a sírelem nem a kommunikációs tanácsadóit érte, és nem az ügyvédjét. Nem tud kívülálló lenni. De gondolkodott-e azon, hogy az emberek ezt a történetet pró-kontra a saját értelmezésükben mire használják föl? Miért lesz hirtelen? Tehát mindenki ért a focihoz, mindenki ért a politikához, és most már a Szilágyi család beltörténetéhez is mindenki ért. És olyan magabiztossággal foglalnak állást, hogy én, aki egy ritka magabiztos pali tudok időnként lenni, én csak ámulok és bámulok. Ön ezt érti? Egyáltalán nem. Nem tudom, mit tudnék hozzáfűzni. Én nem vagyok azok az emberek, akik így gondolják, hogy ezek tényleg megtörténtek, ezek a hazugságok. Én nem tudok az ő fejükbe belelátni. De most látják az emberek, holnap oda fognak önhöz menni, és nem tudom, mondanak valamit. Fel van arra készülve? Erre nem tudom, hogy fel lehet-e egyáltalán bármikor készülni. Jól beszél, valószínűleg nem. Hát akkor én nekik is el fogom mondani, hogy én mit gondolok, hogy ez hazugság, amit állítanak édesapámról, és a nővérem nem keres 6 éve, ahogy édesanyám se keres 6 éve. De a Vladár például érti, hogy ő mire használja ezt a történetet, az úszószövetség elnöke? Arra meg már tényleg nem tudok választ adni. Mennyire rázza ez őt meg? Engem? Hát
igyekszem elszeparálni magamat minden média jelenségtől, ami a családommal, illetve velem kapcsolatos, és próbálok a saját feladataimra koncentrálni, az úszásra, a tanulásra. Ugye most tudtam le egyébként a vizsgaidőszakomat, úgyhogy ezért is nem jelentem meg eddig a médiában ennyire, mint ahogy most megtettem. Nagyon nehéz volt eljönni? Hát én úgy gondolom, hogy ugye ez egy belső családi történet, ez senkire nem tartozik. A hazugságok azok hazugságok, ahogy mondtam. Sok, sok vitám volt a lányommal, ugye mi beszéltünk családi történetekről. Én sokat köszönhetek a barátnőmnek, sokat köszönhetek a pszichiáteremnek, valamit magamnak is a tekintetben, hogy talán mire meghalok, addigra rendezni fogom majd a lányommal mindazokat, amelyeket a gyerekkorában vagy elrontottam, vagy ő rontott el. Mi erről sokat beszéltünk. Azt kérdezem öntől, hogy, és ez önre is vonatkozik, és ez a felvetezetés csak arra vonatkozik, és arra jó. Ebben a történetben, nem ma és nem holnap, záros határidőn belül vagy azon kívül, a média jelenlététől teljesen távol. Anélkül, hogy ez a család ismét négy tagúvá bűvülne, mekkora esélyét látják annak, hogy mindenki mindenkinek megbocsájt, és ezen felül úgy bocsájt meg, hogy közben azt is megbeszélik, amit itt már csak azért se lehetett megbeszélni, mert itt csak ketten voltak. Hadd kérdezzem ezt meg először öntől. Megbocsátást? Mit gondolok arról? Szerintem... Mindenki mindenkinek? Minden megtörténhetett. A jövőben bármi elképzelhető. Megbeszélhető négyesben az, amit itt mi megpróbáltunk, de a forma is más, és két ember is hiányzik. Én szeretném letudni ezt az egész média szereplést, és hogyha lehet, akkor békében élni az életemet, úgyhogy hát a négyesben való leülést ezt biztos, hogy nem vernénk szerintem nagy dobra. Ezt senkire értem, de nem egyszer tartozik. Valamikor erre esélyt lát? Bármi történhet. Ahogy előzőekben mondtam, a rettenetes hazugságok ellenére a Liliana a lányom. Minden vágyam az, hogy megbocsájthassak neki. Minden egyes porcikám ezt kívánja. Minden egyes porcikám. Én megpróbálom megtalálni a másik két embert. Én nem vagyok egy matchmaker. Én nem vagyok egy olyan ember, aki összetud kötni olyanokat, akik nem akarnak összejönni. De semmi olyasmit nem fogok tenni, ami önök ellen való, és önöket kizárólag olyan mértékben fogom háborgatni a szó idézőjeles értelmében, amennyire ez a történet megkívánja, és hogyha soha többet nem találkozunk, akkor hát a magam ugyan megtisztelő volt, hogy itt voltak. Ha valamire lehet mondani, ez tipikusan az a szituáció, amire az ember azt mondja, hogy őszintén sajnálja az apropót. Gyerekek, ennyi. Köszönöm.